Minden héten hetek. Ne csak olvasd, hallgasd is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a Hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Szervusztok, ez a Hetek magazin november 20-án, Orvai Péter vagyok. Eheti címlapunkon az áll, hogy dzsihád Európa ellen, és ez még a múlt pénteki párizsi merényletekre utal. A terror azóta is folytatódott, tegnap 5 izraeli civil töltek meg palesztin merénylők Tel Avivban és Jeruzsálem közelében. Egyikük a 49 éves Jákov Don tanárember, magyarországi holokauszt túlélő szülők legkisebb fia, 4 gyermek édesapja volt. Ma pedig egy afrikai dzsihadista szervezet terroristái hatoltak be Mali fővárosában, Bamako-ban, a Radisson Blu luxus szállodába. Ez a terrorakció még folyamatban van, a túszok egy része kiszabadult, de mások fogságban vannak és áldozatokról is érkeztek hírek. Mai vendégünk Rajcsányi Gellért, a mandiner.hu hírportál főszerkesztő helyettese, aki az elmúlt napokban több cikkében is foglalkozott a párizsi merényletek tanulságaival. Köszönöm, Gellért, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Tudom, hogy a hallgatóink közül sokan olvassák a Mandinert, nem csak az információk, hanem gyakran az általatok képviselt értékrend és a vélemények miatt is. Egyedi színfolt vagytok a magyar médiában, és ezért mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, segíts kérlek eligazodni, hogy mi is a Mandiner, hírportál, véleményblog, vagy valami más? Hírportál is, véleményblog is, vélemény szemleoldal is, de amellett, hogy mi szemlézzük a magyar, illetve a nemzetközi médiát, van egy már azért hosszú évekre visszatekintő saját véleményünk, saját nézetrendszerünk, amit igyekszünk a saját cikkeinkben képviselni. A Mandiner az elődlapjaival együtt most már nem kevesebb, mint 16 évre nyúlik vissza, tehát 99-ben alapították meg az első szerkesztők a lapot, utolsó figyelmeztetés címmel, és ez pedig akkor 99-ben még az akkori Fidelitasnak volt a tulajdonképpen egy ez ilyen szervezet. Ez volt az UFI? Ez volt az UFI, tehát az akkori Fidesz, akkori ifjúsági szervezetének volt az ilyen szervezeti lapja, amikörül viszont nagyon hamar elkezdtek olyan emberek megjelenni, fiatalok, akik újságot akartak csinálni, riportot, interjút, egyebeket, és tulajdonképpen 2002 környékén függetlenedett a Fidelitastól, és onnantól kezdve már részben az interneten, másrészt pedig még mindig elég hosszú ideig havi folyóiratként, printlapként is megjelent, és tulajdonképpen nagyon sokat cserélődött is időközben a gárda, és végül 2009-től jelenünk meg már kizárólag az interneten, és mandiner.hu néven. A gyökereinkre visszautal az is, meg nyilvánvalóan a csapatnak a szellemisége az, hogy mi egy alapvetően konzervatív, illetve liberális nézeteket képviselünk. Mondhatjuk azt, hogy jobboldaliak vagyunk, vagy mérsékelt jobboldaliak. Persze az ember alapvetően nehezen, meg nem mindig szívesen címkézi fel magát, de az igaz, hogy a ez a fiatalokból álló sokszínű szerkesztőség, 20 évesek, 30 évesek vannak ebben a csapatban. Vannak, akik mondjuk inkább liberálisabban közelítik meg a világot, mások pedig inkább konzervatívabban. De az, hogy baloldaliak lennénk, azt nem mondhatjuk, tehát mondjuk ez nem jellemző ránk. Van keresztény Mandiner is. Van egy keresztény oldalunk is, ahol a különböző keresztény egyházaknak a híreiről, eseményeiről számolunk be, és ugyanúgy működik egy véleményszemle ezen a keresztény oldalon is. Van egy kollégánk, Szilvai Gergely, aki az egyik legjobb fiatal keresztény újságíró, merem ezt mondani, ő nagyon, főleg a Vatikán ügyeiben, ő nagyon jártas meg a katolikus egyháznak az ügyeiben, és ő ezzel is sokat foglalkozik. És akkor magunkra a témánkról, amiben ugye a címlapunkon is áll. Ugye a párizsi merényletek másnapján írta egy drámai cikket, tulajdonképpen kiáltványt azzal a címmel, hogy mi és ti, üzenet a szabad világ ellenségeihez. Amikor olvastam, akkor Oriana Fallaci olasz írónő szeptember 11-e után írt szenvedélyes esszély jutott eszembe. Fallaci azonban akkor megnevezte konkrétan, hogy kit tart felelősöknek, te azonban csak utalsz erre ebben az írásodban. Kik a szabad világ ellenségei, és egyetlen ellenségről van szó, vagy sok különbözőről? Az ellenség szerintem mindig, tehát a maga a cselekmény, tehát a cselekvés az, ami ellenséges. Nyilvánvalóan mindig ugye nézzük meg az embert is, hogy ki miért kerül abban a helyzetben, hogy ilyen cselekményeket követel, tehát nyilvánvalóan a bűn az abban van, hogy ezeket a dolgokat elköveti a szabad világ ártatlan emberei ellen, hiszen az különösen fontos, hogy az a cikk ugye a párizsi terrortámadás után, illetve amiről ugye kevesebbet beszélünk, sajnos beirúti, illetve más terrortámadások után született, és ugye a mai napnak a híre
az a Maliban történt szintén ugye túlszájtő dzsihadista akció. Látjuk, hogy fellángolt a világ, és látjuk, hogy egyre aktívabb egy olyan kör, egy olyan hálózat, amelyik alá akarja ásni a vele az ő nézeteiket nem osztó társadalmaknak, a szabad világnak a nézeteit. Tehát nyilvánvalóan óvatosan kell fogalmazni, és én magam is személy szerint egy mértékletes ember vagyok, aki legtöbbször mértékletesen fogalmaz, de radikális helyzetek, mint ami például Párizsban történt, nyilván radikálisabb megszólalása is készteti az embert. És ezért írtam ezt, meg így tulajdonképpen kiszaladt a tollomba ez a szembeállítás, hogy mi nyilvánvalóan mi mindannyian Magyarországon a szabad világban élünk, hála Istennek, 89 után ezt elértük, mi osztjuk, és olyan életmódot folytatunk, és olyan kultúrában élünk, olyan civilizációt építettünk magunknak, nagyon sok áldozat árán, és nagyon sok belső feszültségek, tragikus dolgok árán, ami most már élhetővé és békéssé, és a világ nagy részéhez képest prosperálóvá és jólétivé teszi, még Magyarországot is. És ezzel szemben pedig egyre többen vannak azok, akik a lehető leggátlástalanabb és legerőszakosabb módszerekkel, ami életmódunkkal szemben fellépnek. És ugye, amikor arról beszélek, hogy mi nyilvánvalóan a nyugati világról, vagy északi és a nyugati világról van szó, azok, akik úgy, ahogy kötődnek az európai zsidó-keresztény kultúrkörhöz, és ebben nyilvánvalóan szinte mindenki beletartozik, Vancouvertől kezdve Vladivostokig, tehát Európa, Oroszország, Orosz világ, Észak-Amerika, Dél-Amerika is, akik ugye nyilvánvalóan ez a kultúrkörhöz tartoznak. Nagyon rossz látni azt, hogy a világ egyáltalán nem egy pozitív irányba megy, hanem pont az egyre nagyobb anarchia és az egyre több terrorcselekmény felé. De amikor ilyen éles helyzetek vannak, akkor így igenis ki kell állnunk a saját értékrendünk mellett. És nagyon szépen elmondtad azt, hogy hogyan határozod meg azt, hogy mi, de kik akkor a ti? Már az írásodnak a másik pólusa. A cikkemben is ugye nyilvánvalóan azokról beszéltem, akik gátlástalan bűncselekményeket, vérengző tetteket, terrorcselekményeket hajtanak végre a szabad világgal szemben. Tényleg én mindig szeretek mértékletesen fogalmazni, és abszolút nem állítom azt, messze nem állítom azt, hogy az iszlám maga feset, hogy a muzulmánoknak a 100 milliói azok mind ellenségesek és gyilkos indulatokkal lennének a Európa iránt. Itt Magyarországon is, meg más nyugati országokban is békés muszlim tömegek élnek, akik hozzátesznek a társadalomhoz, és nyilvánvalóan felháborodnak ők is ezeken a tetteken. De látjuk azt is, hogy ezeket a terrorcselekményeket nem lehet elszakítani teljes mértékben az iszlám vallástól. Nyilvánvalóan teljes mértékben ezeket a cselekményeket elkövetők, ők az iszlám élcsapatának határozzák meg magukat, és akkor ránt a saját szájuk ízük szerint értelmezve követik el véres tetteiket. Hit Rádió. Élőben minden nap. Hallgass naponta Hit Rádiót. Minden héten hetek. Ne csak olvasd, hallgasd is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Vendégünk Rajcsányi Gellért, és ott hagytuk abba az előző rész végén, hogy alapvetően a cselekedetek azok, amikkel be lehet határolni, hogy ki melyik oldalhoz tartozik. És mostanában számtalan nyilatkozatban hallottuk azt, hogy az ígéretet, hogy harcolni fogunk a terrorizmus ellen, de ugye maga a terrorizmus az csupán egy fogalom, ráadásul a tartalma is vitatott, ami az egyik embernek terrorizmus, az a másiknak lehet, hogy éppen szabadságharc. Hogy látod, lehet ilyen ennyire bizonytalan alapállásból sikeresen harcolni? Ilyen bizonytalan alapállásból nem lehet harcolni. Alapvetően nagyon távolról nézve nyilvánvalóan mindenki a világ békére törekszik, mi magunk is, milyen jó lenne, hogyha a különböző kultúrák egymás mellett békésen élnének, és nem hiszem, különösen Magyarországról beszélve, magyar emberként beszélve, nem hiszem, hogy nekünk magyaroknak lelkiismert furdalásunk lehetne a bármi harmadik világban történt dolgokkal szemben. Mi soha nem voltunk gyarmattartó ország, soha nem voltak gyarmataink, mi nem használhatjuk azt a szót, hogy mi kizsákmányoltunk volna bárkit Ázsiában vagy Afrikában. Mi pont a történelemnek inkább a rosszabbik végén voltunk az elmúlt 100-150 évben. Tehát teljes nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk azt, hogy mi a saját értékeink mellett kiállunk, és nem kell, hogy lelkiismert furdalás vezessen, amikor mi megnevezzük a tényeket, és próbálunk az igazság felé közelíteni ebben a civilizációs összecsapásban. És amellett, hogy én egyáltalán nem nézek le semmilyen másik civilizációt, sőt, gyönyörködöm a hagyományos iszlám építészetben, amit 800, meg 1000, meg 1200 évvel ezelőtt építettek, meg elismerem azt, hogy ugyanebben az időszakban fontos volt az iszlám, meg a muszlim világnak a szerepe, hogy az ókori tudományoknak az eredményeit áthagyományozza Európára, ugye, mert ez tényszerűen így történt. Én ezt később
ismerem. Azt viszont sajnálattal látom, hogy az iszlám világban az elmúlt évtizedekben egy, nem tudok jobb szót rámondani, egy reakciós mozgalom indult be. Az iszlám világ nem tud normálisan együttműködni a modernitással, és szakadások állnak be ebben az iszlám világban, és a modern világ minden aspektusát, meg a nyugati világ minden aspektusát radikálisan tagadó ideológiák nyernek táptalajra ezekben a muszlim országokban. Tehát ugye sokan mondják ezt nyugati egyetemeken dolgozó, tanító iszlám professzorok is, hogy az iszlámnak reformációra van szüksége, de hát sajnos az ugye édes kevés, hogy mi ezt Magyarországról, vagy egyes iszlám professzorok bármi nyugati egyetemről ezt elmondják, a muszlim tömegeknek kellene ezt valahogy elérniük, hogy ebben a kiélezett helyzetben valahogy a béke irányába és a békés megreformálás irányába vigyék el a dolgokat. Lehet, hogy drasztikusan hangzik, amikor ezt hozom fel, a Mi és Ti cikkemben is ez előkerült, hogy ugye mi 2015-öt írunk, az iszlám világban viszont 1437-et írnak. Tehát azért egy kis áthallással lehet ezt mondani, hogyha az európai civilizációt, nyugati civilizációt megnézzük, akkor emlékszünk, hogy az 1400-as években ugye még itt is bőven voltak vallásháborúk, itt is voltak kemény fellépések, akár keresztény kisegyházak, vagy eretneknek kikeltott kisegyházakkal szemben. Még több száz évnyi tanulási folyamat várt Európára, meg a nyugati civilizációra, mire megtanult békében élni saját sokszínűségével. Lehet, hogy azt kell, hogy mondunk, hogy még az iszlám világra is akár több száz évnyi időszak vár rájuk ahhoz, hogy elérjenek a saját megreformálásukhoz. Csak hogy, mivel globalizált világban élünk, ezért minden egyes nap, különösen ebben az évben láthatjuk, hogy akár a legkisebb magyar falvakat, határszéli falvakat is elérhet az iszlám világból kiinduló konfliktusoknak a szele. Ez azért nagyon kemény. Igen, igen. Nyilvánvalóan más lenne az, hogyha rájuk lehetne csukni az ajtót, hogy megvárjuk azt, hogy ezek a változások megtörténjenek, de ebben a összekötött globalizált világban, amit említettél, és írtál egy másik cikket is tegnap, ami azzal kezdett, hogy Európa a világ, de azon belül Európa, különösen nyugati fele az felborult, és azt kérdezem, hogy miben áll szerinted miben látod ezt a felborulást, és hogyan látod, hogy Párizs ebben egy fordulópont, vagy csupán egy állomás volt? Sajnos csak egy állomás, és nyilvánvalóan nem lehet kizárni azt, hogy akár csak a közeljövőben is hasonló, akár kisebb, akár nagyobb léptékű terrorcselekmények történjenek a nyugati nagyvárosokban. Szerintem ez egy katasztrofális helyzet. Én 34 éves vagyok, 20-as éveimben végigjártam Európát, nagyon örültem, hogy szinte minden országba eljuthattam, és láttam már akkor is azért a változásokat, hogy a társadalmak meg a nagyvárosok képe hogyan alakul át. Lehet, hogy a gyermekeink számára pedig már egy még inkább átalakult Nyugat-Európát, vagy ők egy még inkább átalakult Nyugat-Európát láthatnak majd, amikor ők felnőnek és eljutnak ezekbe az országokba. Én úgy vélem, hogy vannak olyan jelenségek, társadalmi folyamatok, itt a bevándorlásra gondolok, illetve az elidegenedett, integrálatlan, jellemzően muszlim külvárosi tömegekre, de ezek a folyamatok, ezek a demográfiai jellemzők, ezek már visszafordíthatatlanok, tehát különösen azért, hiszen mert ezek a tömegek jellemzően az adott országnak az állampolgárai már, hiszen másod vagy harmad, aki tudja, akár negyedik generációs bevándorlókról van szó, és hát állampolgárságot nem lehet elvenni. Tehát ez a fejlemény megtörtént, hogy elszakadtak ezek a tömegek a többségi társadalomtól, és kialakult egy olyan belső párhuzamos társadalom, aminek a mélyén a dzsihadista mozgalmak is táptalajra és rejtek helyre találtak. Ez egy életveszélyes szituáció, ez a helyzet sajnos lehet, hogy fokozódni fog a jövőben. Ez a cikkem arról szólt, hogy Magyarország és több más közép-kelet-európai ország, mint hogy aki tudna ebből maradni, hiszen nekünk más volt a politikai történetünk, meg társadalom történetünk az elmúlt 50-60 évben, vasfüggöny mögött nálunk nem történt meg ez a harmadik világból való ilyen fajta tömeges bevándorlás, vendégmunkások érkezése, családegyesítések. A cikkem abból indult ki, hogy a brit külügyminisztériumnak volt egy 4-fokozatú világtérképe, hogy hol milyen fokozatú a terror veszély, fenyegetettség, és Magyarország a legalsó 1-es fokozatba került. Ez egyébként nyilvánvaló józan paraszt észre is belátható. Nálunk kicsi, hála Istennek kicsi az esélye annak, hogy bármifajta terrorcselekmény történjen, és ennek nyilvánvalóan én azt mondom, az egyik oka az, hogy nálunk helyzet meg közeg hiányában nem is tudnak megtelepedni ezek a dzsihadista sejtek. Hit Rádió. Élőben minden nap. Hallgass naponta a Hit Rádiót.
Minden héten hetek. Ne csak olvasd, hallgasd is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Magyarország a Békesziget a terrorizmus tengerében, ezzel a gondolattal írtál tegnap cikket, és hála Istennek ez a megállapítás tény, de azokról ugye már vitatkoznak elég széles körben. Van, aki szerint ez csak egy szerencsés véletlen adottság, hogy Magyarország kimaradt, megúszta a terrortámadásokat, mások szerint viszont tudatos és előrelátó politika eredménye, szerinted? Én elsősorban inkább a hosszabb távú folyamatokat látom itt jelentősnek, tehát ahogy az előbb is mondtam, az, hogy nem történt meg egyrészt az a társadalmi változás, hogy a harmadik világbeli vagy muszlim vendégmunkásoknak a nagyon nagy tömegei báramlottak volna, hiszen a vasfüggöny mögé nem tudtak jönni, és nem is volt igazából miért jönniük. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy Magyarországon más volt a szellemi közeg, hiszen amíg Nyugat-Európában ez a 68-asnak mondhatott radikális baloldalinak bélyegezhető, részben baloldalinak bélyegezhető szellemi elit átvette az uralmat, és tulajdonképpen a politikai korrektség és a lehető legnyíltabb határok és a legnyíltabb társadalmat propagálta évtizedeken keresztül, és ez teljes mértékben befolyásolt az adott ország politikai döntéshozó elitjeit is. Addig Magyarországon ez a kommunizmus idejében teljesen kimaradt, és a 90-es évektől kezdve is igazából csak a társadalom, illetve a politikai elit egy részére volt igaz, de a magyar társadalom egyáltalán nem volt nyitott ezekre a rendkívül progresszív, vagy radikális baloldali, vagy radikális liberálisnak mondható gondolatokra. Ez nem magyar sajátosság, ez a többi másik kelet-európai országra is jellemző. Tehát én ezeket a hosszú távú folyamatokat látom a fő magyarázó elvnek abban, hogy Magyarországon közeg hiányában nincsen különösebb esély arra, hogy terrorizmus ki tudjon alakulni, vagy terrorcselekmények, dzsihadista hálózatok itt meg tudjanak jelenni. De mi a helyzet a politikával? Ugye azt lehet látni, hogy a magyar kormány kemény retorikát alkalmaz, de mégis szeptemberben, októberben regisztráció nélkül engedtek át százezreket az országon. Nincs ebben egy ellentmondás? Nyilvánvalóan itt egyszerűen a fizikai helyzet meg a nemzetközi politikai folyamatok vezettek ide. Én nem akarom mentegetni a kormányt amiatt, hogy egyébként tényleg volt időközben egy olyan időszak, hogy a Horvátországból beérkezőket egyenesen továbbvitte az osztrák határhoz, de hát azért nézzük meg a horvátok felelősségét is, ők szándékkal, miközben tudták, hogy egyébként Magyarország addigra már elkészítette a Szerbiával határos kerítést, és utána szinte a nullára redukálódott az illegális migránsoknak a száma. Ezután, ahogy Horvátország felé fordult, a Horvátország teljes nyugalommal a magyar határa vitte az embereknek a tömegeit, de miután egyébként ugye a határzár elkészült a Horvátország felé vezető irányban is, onnantól kezdve már a leglogikusabb és legényesebb irányban, Horvátország, Szlovénia, Ausztria irányában folyt tovább a migráns tömeg. Alapvetően én, és ezt az egész migrációs hullám kezdetétől én csak ennyit tudok mondani, hogy amióta világ a világ, amióta léteznek államok, az államoknak egy alapvető, vagy két alapvető feladata van, a két legfontosabb a külső határok védelme és a belső rend fenntartása, és annak a jognak a fenntartása, hogy meghatározzák, hogy kit engednek be a saját területükre. A migrációs hullámban számos ország ezeket az alapvető feladatait nem tudta ellátni. Ebben a helyzetben Európában Magyarország volt az első szerintem, amelyik tényleg megpróbálta megakadályozni ezt az egész folyamatot, és kiállt emellett a legalapvetőbb feladat mellett, hogy már pedig igenis hozzánk legálisan jöjjenek be emberek, és másrészt pedig az, hogy védjük meg a külső határt, és védjük meg a belső rendet. Miután a horvát határzár is elkészült, onnantól kezdve tulajdonképpen ugye az elmúlt hetekben már Magyarországon nem téma, legalábbis egyelőre ez a migrációs hullám, minket már szinte egyáltalán nem érint ez az egész ügy. Tehát én szerintem itt a magyar kormány jól és időben döntött, kemény döntéseket kellett meghozni nyilvánvalóan, de hát ez egy történelmi helyzet, és aki a történelmi helyzetben nem ismeri fel a kemény döntésének a szükségességét, az menthetetlenül elbukik. Valami hasonló határozott lépéseket hiányol Michel Welbeck francia író, aki tegnap szólalt meg a párizsi merényletek kapcsán. Ugye ő volt az, akinek még januárban a Charlie Hebdo elleni terrortámadás napján, pontosan azon a napon jelent meg a Behódolás című, azóta már fogalommá vált regénye, és ő ebbe a tegnapi cikkében, ami egyfajta vádirat is a francia kormányok ellen, azt írja, hogy az elmúlt 10-20-30 év francia kormányai szánalmas kudarcot vallottak rendszer szinten az alapvető feladatuk ellátásában, az őket felhatalmazó francia emberek megvédésében.
És lehet akkor szerinted azt mondani, hogy, hogy talán a mai Európában a különbség az, hogy vannak olyan politikusok, akik cserben hagyták az őket megválasztó, vagy nem megválasztó, de azokat az állampolgárokat, akiket képviselni ők, míg vannak mások, akik meg megpróbálják jobb vagy vitathatóbb eszközökkel, de megvédeni az állampolgárokat? Szerintem van ilyen eltérés, és igazából a valódi szakadás az tényleg ez a migrációs hullám okozta. Michel Welbeck szinte, mint hogyha Orbán Viktornak a szövegét idézni, amikor arról beszélne, hogy szakadék keletkezett hát Welbeck esetében ugye a francia társadalom és a francia politikai elit véleményei között, és én ezt Orbán Viktor is mondta, és szerintem azért sokan mások is, többek között én is ezt én belátom, hogy szerintem is így van, hogy Nyugat-Európában számos helyen hihetetlen szakadék kezdett kialakulni, és van már a többségi társadalom, például a bevándorlással kapcsolatos álláspontja, a párhuzamos társadalom megjelenésével kapcsolatban, és a politikai és értelmiségi elit között. És ez történelem tanítja ezt nekünk, ez robbanás veszélyes helyzetekhez vezethet, ezt látjuk, amikor európai országokban máshol radikális jobboldal megerősödik, hiszen az emberek még frusztráltabbak lesznek, amikor azt látják, hogy nem elég, hogy együtt élünk itt már egy ilyen teljesen idegen és párhuzamos társadalommal, de még erre a nyitott ajtók politikájával még egy év alatt ráengedünk akár 100 000, 200 000, 800 000, 1 millió embert. Azért hihetetlen, hogy ilyen számokról kell beszélni, nem? Tehát egy évvel ezelőtt még nem is gondoltuk volna, hogy ez fog történni, most viszont ezt a robbanás veszélyes helyzetnek a további fokozódását látjuk, és jövő év valószínűleg én pessimistán állok elébe, hogy még keményebb helyzetek fognak kialakulni. Reálisnak látsz ebben a helyzetben egy radikális fordulatot Nyugat-Európában? A fordulat már itt van. Németországban szinte nincsen olyan nap, amikor ne történne például szélső jobboldali bűncselekmény, kifejezetten a bevándorlással kapcsolatos dolgok iránt. Tehát itt ugye arról van szó, hogy a menedékszállás, vagy új és új menedékszállásokkal szemben gyújtogatásokat követnek el, és tényleg szó szerint napi szinten történnek ilyen események. Ugye német tömegek is sokan felvonulnak a korlátlan bevándorlással szemben kifejezni a véleményüket. Persze vannak olyanok is, akik meg továbbra is a migráció mellett állnak ki, de ez a társadalmi feszültség, ez fokozódik, és a fordulatnak a kellős közepén vagyunk szerintem, és ez a szakadék, ez a vákuum a többségi társadalom és a politikai elit között, ez nem tartható fenn hosszú ideig. Tehát itt, hogyha valaki nem ereszti ki a fáradt gőzt, akkor itt robbanás lesz. És ha visszatérünk Magyarországra, ugye mekkorának látott Magyarország valódi mozgásterét? Lehet-e például ennek a határozott karakteres magyar politikának az eredménye az, hogy egyszerűen Magyarországot kiteszik a schengeni övezetből? Felmerült a schengeni övezet a holland kormány részéről, hogy egy új schengeni övezetet hozzanak létre. Szerintem ez még nagyon képlékeny dolog, és ez nagyon távoli dolog. Hogyha egy ilyen lépés megtörténne, az nem csak Magyarországot érintené, hiszen a holland elképzelés a mini Schengenről például magukat, a franciákat is kizárná ebből, tehát valami teljesen szűk korlátok között képzelnék el ezt a jövőben. Ráadásul meglehetősen furcsa ez a dolog, hiszen egyrészt Magyarország a külső schengeni határt megvédi, másrészt pedig a terrorizmus, mint azt látjuk, elsősorban Európa magjából indul ki, holland, meg belga, meg francia, meg német városok bevándorló negyedeiben működő dzsihadista hálózatokból. Tehát nagyon furcsa mini Schengenről beszélni, meg így védekezni a terrorizmus ellen, miközben a terrorizmus az országokon belülről indul el, a legtöbbször francia, belga és hasonló állampolgárok részéről. De ez legyen az ő problémájuk. Persze, hát együtt kell éreznünk velük, de sajnos ezt Magyarország nem tudja megoldani. De ebben a helyzetben igazán különösen azok, amit Verhofstadt mondott, hogy Orbán Viktor maga lenne az európai morális válság. Mit szólsz ehhez? Én ezzel nem értek egyet. Orbán Viktort én magam is sok mindenért tudom kritizálni, hogyha arról van szó. Szerintem ebben az ügyben a józan paraszti észt követve és józan nemzeti érdeket követve időben meghozott kemény döntéseket, és Magyarország ebben a helyzetben nyugodtabban nézhet a közeljövő elé, nem úgy, mint sok más nyugati ország. Dzsihád Európa ellen a Hetek heti címlapjának a témájáról beszélgettünk az elmúlt fél órában Rajcsányi Gellértel, a mandiner.hu főszerkesztő helyettesével. Köszönöm, Gellért, hogy itt voltál, olvassátok a Heteket, olvassátok a mandiner.hu-t, és jövő héten gyertek vissza, folytatjuk. Hit Rádió. Élőben minden nap. Hallgass naponta a Hit Rádiót.